Negyed évszázad emlékeit idézik fel a kiállított fotók a Dombóvár-Kernen baráti kör ünnepi közgyűlésén. A két város közötti testvértelepülési kapcsolat Gerényesről indult éppen 25 évvel ezelőtt. Czárt István az édesapám és Becht Henrik mindketten Gerényes szülöttei, ők tulajdonképpen a fő-fő alapítók. A kitelepítés szétválasztotta őket, és ezért édesapám itthon maradt, Becht Henrik egy építési vállalkozást alapított kint Kernenben, és nagyon-nagyon sok alkalommal, mikor már jöhettek, Magyarországra jöttek. 1963-ban voltam én először egy osztálytalálkozón, úgymond, ahol tulajdonképpen megszületett egy gondolat, hogy jó lenne Magyarország felé valamilyen szinten az anyaország felé nyitni, segíteni, a gondokba osztozni, egyházi szinten is, és másképp is. És így alakult aztán, hogy lassan, de biztosan tulajdonképpen megalapították a Förderverein, Gerényestékes, Taros, Ág, Szabadi és Csikostöttös falvakkal, ami a kitelepítettek egyesülete volt tulajdonképpen. 1987-ben volt az első nagy kitelepítettek és itthon maradottak találkozója, ugye a 40 éves évforduló. Addigra már szinte minden beérett, a gondolat is, hogy majd testvérváros kapcsolatot kötnek. Vidóczi Laci bácsi is 1987-ben velünk volt, és megismerkedett a kinti polgármesterrel, és évente utána aztán találkoztak. A jó kapcsolatot rendszeresen ápolták. A német testvértelepülésről sokszor érkeztek szállítmányok Dombóvárra. A mi egyesületünk 25 évvel ezelőtt alakult azért, hogy ha jönnek Németországból vendégek, tudjuk őket fogadni, tudjuk segíteni az önkormányzat munkáját így módon. Mindent megpróbáltunk, nyilván ők is. Az első szállítmányok érkeztek, az idősek otthona, az Aranysziget idősek otthona nagyon sok mindennel lett támogatva, az iskolák, iskolapadokkal, bútorokkal, különböző bútorokkal. Nagyon sok esetben érkezett szállítmány, ruha, kerékpár, sporteszköz, amit csak szerettünk volna. Minden évben találkozókat szerveztek. Egyszer a kerneniek jöttek Dombóvárra, következő évben pedig Dombóvárról utazott a delegáció a német kisvárosba. Nagyon sokat támogatott bennünket a Kapos kórus ilyen szinten, ők 1985-ben már voltak kint, hatalmas koncertjük volt, nagyon nagy sikerük volt, sokat támogatott ebben a Városi Zenész Egyesület Balaskó János vezetésével. 2007-ben volt egy hatalmas nagy rendezvényünk, ahol nagyon-nagyon sok civil szervezet részt vett Dombóvárról a Magyarország Vendég Kernen című rendezvényen. Aztán voltak itt is rendezvényeink 2013-ban. Nagyon sok rendezvényünk volt, szinte nem is tudom elmondani, és jó kapcsolatot ápoltunk, jó baráti kapcsolatot. Én magam 58 éve ápolok egy kapcsolatot, ami, hát ha nem lenne most idézőjelben mondom pandémia, biztos, hogy itt lennének. Nagyon szívesen jöttek, szerettek bennünket, szerették a dombováriakat, és szerették a környező falvakat. Az ünnepi közgyűlésen a civil szervezet tagjai kötetlen beszélgetés formájában idézték fel emlékeiket az elmúlt 25 évből. Emlékeim? Hát Busch Laci sajnos már nem él. Ővele vittünk fiatalokat Kernenbe egy egyhetes sport bajnokságra, ahol megnyertük az első díjat. Több alkalommal vittem csoportot Kernenbe. Fogadtunk itt feleségemmel. Egy hétig kalauzoltuk a németeket a Balaton körül. És az éppen úgy esett, hogy a születésnapomra esett. És egy hatalmas meglepetés ért Tihanyba, amikor mindenki fölállt, és behozták a tortát, és mindenki engem éltetett. Ilyen életemben soha nem volt. A Dombóvár-Kernen baráti kör tevékenységét az önkormányzat is elismerte. 2011-ben civil díjat kapott az Egyesület.